Hosszú kocsi sor állt péntek délután a debreceni úton. Az autók mellett magyar zászlóval vagy különböző feliratos táblákkal sétáltak a tüntetők. A Vasas Szakszervezeti Szövetség által hirdetett demonstráción a munkaidőkeret emelése ellen tiltakoztak. Az eddigi 250, illetve 300 óráról 400-ra emelték a lehetséges túlóra számot. Erről szerdán döntött a parlament. A napokban több helyen is szerveztek már tüntetést, pénteken Nyíregyházán tiltakoztak a dolgozók. Rendkívül kevés munkabérrel dolgoznak a gyerekeink, nem jutnak lakáshoz, éjbérrel dolgoznak, éjjel-nappal. Például a gyerekem egy olyan külföldi cégnél dolgozik, három műszakban, már ezelőtt is 6 napokat dolgozott. Most majd kíváncsi leszek rá, hogy hogy lesz. Legjobban az a fájó, hogy a magyaroknak ki kell menni ebből az hazából. Az én családomból 28-an vannak külföldön. Igen, a rabszolgabérért nagyon tiltakozni kell. Nem csak nekünk kellene, hanem az egész magyar népnek. Az ellenzék rabszolgatörvénynek titulálta ezt a módosítást, és így terjedt el a szóbeszédben is. A debreceni úton délután egy sávot foglalhattak el a tüntetők, de több autós is kiabált vagy dudált a sornak. A szakszervezet szerint a szimpátiájukat fejezték ki ezzel a sofőrök. Ez a 400 óra jelentheti azt, hogy egy szombat, tehát 50 szombatot, de nagyobb teher lesz azoknak a dolgozóknak, akik már most is 6+2-es munkarendben dolgoznak, és munkaszüneti napon is behívhatják őket rendkívüli munkavégzésre, és ha még ehhez képest még plusz 100 órát behívják őket dolgozni, akkor kérdéses az, hogy hogyan lesznek munkaképes állapotban. A Jobbik sajtótájékoztatót tartott a tüntetés helyszínéhez közel. Ott a párt megyei elnöke azt mondta, szerintük alkotmány ellenes a módosítás, ezért az alkotmánybírósághoz fordulnak, valamint népszavazást kezdeményeznek. A közvéleménykutatók szerint 83%-a az embereknek elítéli ezt a jogszabályt, és ezért mi azt szeretnénk, hogy ebben a kérdésben legyen népszavazás Magyarországon. A Jobbik Magyarországért mozgalom már be is adta az erre vonatkozó kérdéseket. A népszavazás során arról kérdeznék az állampolgárokat, hogy a túlóra mennyisége ne legyen több 300 óránál. Viszont nem mindenki örült a péntek délutáni tüntetésnek. Az egyik debreceni utcán működő autókereskedő emelte fel a hangját a tiltakozó tömeg ellen. Az zavar, hogy minket meg se kérdeztek erről, hogy ez a tüntetés ma itt lesz. Lehet tüntetni, lehet mindent csinálni, mert demokrácia van, de ha demokrácia van, akkor az ránk is érvényes. Úgy látom is, ez egész sorra, hogy megkérdeznék a kereskedőket, hogy lesz ez egy rendezvény, nem tudom hánytól, mivel semmit nem tudunk róla, és az üzletet ez nagyon komoly szinten befolyásolja. Mivel az a kereskedés előtt itt áll egy villogó rendőrautó, elállják a sort, tehát az emberek nem hogy kocsit nem jönnek ide venni, hanem innen szerintem mindenki világá menekül. A debreceni úti demonstráció délután 4 óráig tartott Nyíregyházán.